Szeptember 7-én közösen lépnek színpadra a hazai pop szakma képviselői és a Magyar Rádió szimfonikusai. Ez a Symphonic Live. Megnéztük az egyik próbájukat. Éppen Fehér Balázs a Carbon Fools énekese, illetve Beck Zoli a 30Y frontembere próbált. Rajtuk kívül még nagyjából 200-nyian fognak fellépni az idei Symphonic Live-on. A koncerten 30 dalt adnak majd elő, ebből 10-et a Neo zenekar alapító tagja hangszerelt át. Most már lassan 3 hónapja dolgozunk a zenei alapokon és az egésznek az összefésülésén. Az első állomás az volt, hogy ugye kitaláltuk, milyen dalok, kikkel beszéltünk az előadókkal, tetszik-e, utána a már ezen túl voltunk, az előadók elmondták az esetleges ötleteiket, elkezdtem én a stúdióban az alapokat kitalálni, egyeztetve az énekesekkel, milyen hangnembe lenne nekik jó. Nem mindenki tudja az eredeti hangnemben, valakinek kicsit magasabbra kellett transponálni, vagy éppen mélyebbre, és ezek után elkezdődtek a stúdió munkálatok, elkezdtem csinálni az új szerkezeteket, meghangszereltem az alapokat, és utána indult el a szimfonikus hangszerelési rész, 30 dalt játszunk a koncerten. Balázs a koncertjein hihetetlenül sokat improvizál, szeret eltérni az eredeti számtól. Hello Black, I Need a Dollar című számát, amellyel a koncertre készül, például a próbaközi szünetben írta át. Megpróbálom az improkat megírni, ahogy eddig soha. Itt lesz ugye egy kórus, meg minden, egy csomó olyan dolog van még, amit nem hallottam élőben, majd a kórus próba után fogok elgondolkozni azon, hogy hogyan hajlítgatok. Ha megtanultuk a dalt, akkor elengedjük, és utána jönnek ezek az ötletek. Amennyiben profi zenészeket dolgozom, már pedig azokat dolgozom, ők ezeket az akadályokat általában gond nélkül veszik. A Symphonic Live különlegessége az, hogy egyszerre van színpadon a szimfonikus és a popzenekar. A karmester pedig összeköti őket, aki a rockzenekarok számára sem ismeretlen. Mégiscsak van egy rockzenekarnak is karmestere, ez a mi esetünkben egyszerűen a dob, amihez igazodni tudunk. Úgyhogy nem lesz nagyon idegen az, hogy oda kell figyelni valaki másra. Ahhoz, hogy az előadók koncert közben is jól hallják saját zenei játékukat, egy speciális fülhallgatót használnak. Hallom a dobot is. És ha megpengeded a basszusgitárt, azt is fogod, és egyébként minden hangszert fülmonitornak hívják gyakorlatilag. Ez egyébként minden zenésznek a fülében van, és mindenkinek egy saját arány szól benne. Tehát egy dobos egész más szeret hallani, egész más, hogy érzi jól magát a koncertben, egy egész más arányt hallgat, mint mondjuk az énekes, vagy a basszusgitáros, vagy a gitáros. A koncertet az előadók és a zenekedvelők egyaránt várják. Kell néha az is, hogy kiszakadjak a karbon meg az elektronika világából, és ez is egy olyan utazás lesz. Elképesztő módon várom, egyfő várom, mint ilyen zenehallgató, hogy végighallgassam azt a 21 néhány dalt a többiektől, és várom ezt a, azt képzelem elementáris élményt, már hogy énekesként is elementáris élményt, amiben az történik, hogy monumentális nagy zenekar szólal meg mögötted, amikor énekelsz. Flash when you're dead.